Sziasztok! Eljött a tavasz, föl kell újítani az alufelniket. Itt van a csiszológép, porszívóval, P80-as csiszolóvászon, székecske. Itt egy sámlira ráraktam a felnit, levettem a kupakot onnan, maszkolószalag, és géppel a tetejét fogom megcsiszolni, a többit meg kézzel. Aztán utána jön majd az alapozólak. Kezdjünk neki a dolgoknak. Srácok, kettőt megcsináltam, az egyiket géppel kellett a tetején megcsiszolni, 80-assal, aztán utána vizesen átcsiszoltam 600-assal, azt csak vizesen 600-assal, igazából kár volt bemaszkolnom, rájöttem, hogy tök fölösleges volt nekik állni maszkolgatni, mert úgyis csak a festéshez kell maszkolni, féltem, hogy belecsiszolok a géppel a gumiba, de nem csiszoltam bele, annyit nem is tudtam vele csiszolni, mert hát az ilyen hülye küllösvelni. Úgyhogy hát most már az alapozás jön meg a festés ennek a kettőnek, a másik kettőt még kell csiszolnom, de már elég volt. Le van maszkolva, le van ragasztva, hát igazából akkor lenne könnyebb, hogyha levetetnéd róla a gumit, akkor nem kéne maszkolgatni vele, nem kéne szórakozni vele ennyit, de a belsőt úgyse fogom fújni, úgyhogy nem érdekel. Visszatérve a P80-as csiszolásra, a P80-assal csak egy-két helyen csiszolgattam meg a géppel, mert annó szarul csináltam meg. Ugye javítgattam, mert patkanyomos volt, és akkor vannak ilyen felnigit, úgy hívják, és azok egy kicsit púposak voltak, azért lettek ott megcsiszolva 80-assal. Amúgy szerintem olyan 300-as papírokkal kell először megcsiszolni, ha olyan, ha teljesen le akarod csiszolni róla a festéket, vagy föl akarod csiszolni, de én inkább a vizet használtam, kultiváltam a vizes 600-ast, abban, mert annyira nem voltak ramacs állapotban, csak föl kellett érdesíteni szépen, meg a fékport, meg az ilyen dolgokat, szennyeződéseket le kellett róla szedni. Úgyhogy most jön majd az alapozó, aztán nekiállunk alapozózni, fújni. Többi még nincs kész, de hát majd ugye most elég, ha egyet mutatok, nem kell az összeset, de már be vannak csiszolgatva. Majd most a lakkozás jön, de közben nekiálltam a Peugeot lökhárítójának, mert volt egy tartalék, a másik az eléggé szar állapotban van. Vettem egy kék színűt, amit már lefillereztem. Ezt a fajta fillert vettem hozzá. Úgyhogy most belekerül a felni festés mellé ez a lökhárító festés is. Úgyhogy majd amikor fújom a bázist, onnantól megint lesz videó, tovább folytatva, és akkor megkap, amikor a lakkozás kerül, akkor egybe lakkozom a lökhárítót, meg a felniket is.
lökhányító is készen van, lakkozva. Hamarosan felkerül a Peugeot-ra. Ilyenek lettek a kerekek.